A Dunakömlődi Falunap halászléfőző fesztivál jelleget öltött, aki ugyanis az elmúlt hétvégén a település központjába ért, felállított bogrács állványokat, bográcsokat és hallé különlegességeket láthatott. Ennek köszönhetően még a hatos számú főközlekedési úton is fenséges illatok terjengtek, Spíz József részönkormányzati elnök nagy örömére. És a falu közössége 9 évvel ezelőtt álmodta meg, hogy kellene a falunak egy olyan program, ami összekovácsolja, összehozza a falu lakóit, és megálmodták annak idején a falunapot. 5 évvel ezelőtt hozzákapcsoltuk a Dunakömlődi halászlépnek a főzőversenyét. Ennek apropóját az adta, hogy a Dunakömlődi halászsárd híres halászleveket főzött már 40-50 évvel ezelőtt is, még most is, úgyhogy öregbíti a falunak a hírnevét, és a falu lakóinak nagyon tetszett ez a kezdeményezés. Paksváros önkormányzata, a Dunakömlődi részönkormányzat, a helyi civil szervezetek, vállalkozók és magánszemélyek jóvoltából kerekedett emlékezetessé az idei program. Összesen 63-an vállalkoztak arra, hogy részt vesznek a halászléfőző versenyen. A délelőtti órákban volt, aki még csak az alaplevet készítette, és akadt, aki tésztát főzött. Ej, ebben titok nincsen, mert titkot nem szoktunk elárulni, de azért van benne annyi, hogy megfőzzük előbb a hagymát. Leszűrte szoktam szűrni mindig a hagymát utána, és akkor úgy teszem vele a halat, paprikát, még egy-két aralékot hozzája. Tésztesz hagyományos, saját gyúrás, úgyhogy én mint férfi létemre úgyhogy. Az egész napos programsorozatot a faluház vezetője, Faragóni kertész Alice szervezte, így kicsik és nagyok is találtak megfelelő időtöltést. A tréfás családi vetélkedő 4 fős csapatok mérték összetudásukat és jókedvüket, majd ezt követően a Dunakömlődi nyugdíjasok félnótás csoportja szórakoztatta a publikumot. Az énekes zenés produkciók után utcabállal zárult a falunap. A halászléfőző versenyt Vince Istvánné nyerte, Pál Katalin és Szurovesz Istvánné előtt, külön díjat 3-an kaptak, Laszlócki József, a Dunakömlődi gasztrócsajok és az imént látott Harjas József.